Ígértem, hogy lesz masszázs itt a stúdióban. Sajnos nem én kapom, hanem majd kolléganőnk Nóri, és itt van Tibor Zoltán, csontkovács. Voltál már itt, szervusz, jó reggelt kívánok nálunk. De így még nem. Most mit fogsz nekünk megmutatni, mivel kezdjünk akkor? Miért fontos például a gerincre is odafigyelni? Így van. Például itt van Nóri, ő lesz a kedves alanyunk. Látszik a hanyag testtartás, amivel egész nap a számítógép előtt ül. És ezért ezt most megmutatjuk, hogy egy kezeléssel nem hosszantartó, de nagyon jó eredményt fogunk elérni, mivel nem használjuk köpülyöket. A köpű nagyon fontos, mert lelazítja az izomzatot és gyulladást csökkent. És ezt most mindjárt megmutatjuk, hogy enélkül is milyen hatás kezelés. És ez mennyire fontos azoknak az embereknek is, akik ugye szintén mondjuk a számítógép előtt ülnek folyamatosan naphozat. No, akkor kezdjünk hozzá. Megkérem Nórit, hogy feküdjön ide, erre van a arcunk, és a hason fekszünk. Most masszázspisztollyal le fogjuk lazítani a hátán. Ez a masszázspisztoly, ez olyan jó, hogy a mélyizmokat is képes ellazítani, és ez nagyon fontos, hogy a mélyizmok is ellazuljanak, mert akkor úgy érzi majd a kedves hölgy, hogy elég nagy súlyt veszünk le a hátáról, és akkor ő neki innentől kezdve fog tudni szépen ülni, és fájdalom nélkül, és tudod állítani a sebességet. Az erősséget, sebességet. Itt például neki le van tapadva az izomzata. Ezt itt lehet érezni és hallani. Ezt már abból is érezni lehetett, vagy hallani, ahogyan ott ment a gép, nem is kell hozzá nyúlni gyakorlatilag kézzel? Megpróbáltad te is. Én? Biztos, hogy jó lesz az? Persze. Na jó, hát nézzük, jaj. Ott a gerincen, nem? Jaj, bocsánat. Na, nem ide. Amikor ilyen hangot ad ki, ez azt jelenti? Aha, értem, visszaadom, nehogy elroncsam szegény Nóri hátát. Most nem csináljuk olyan sokáig, de én 10 percig szoktam a kezelés része lenni. Ez kellemes volt egyébként? Igen, egyébként, nagyon. Tehát, hogy azt gondoltam volna, hogy fájdalmas lesz, vagy kellemetlen, de nem. Na, kellemes volt akkor. És akkor egy erőteljes nyomást végzünk a hátra. Már ropogott is, még hozzá se értem. És akkor nagy levegő kifúj. És akkor szépen végig ropogtatjuk a gerincét. Mennyire erősen kell ezt csinálni? Hát ez mindig érzés, attól függ, hogy fiatal, idős és hasonló. Most megmutatom, amitől legjobban félnek az emberek, ez a nyak kimozgatása. Oh. Kérlek, fordulj meg a hátadra. Csak hogy ne izgulj, a legfélelmetesebb rész következik. De ezt mindenki imádja különben. De, ja, igen, na hát igen. Akkor cseréljünk helyet akkor én ide. Bocsánat. Szépen ellazítjuk a nyakát, becsukja a szemét, az fontos, és hallod, hogy végig ropogott. Nem tudom, önök hallották, ha nem, tehát tényleg ropog egyébként. Nem tudom, aki szereti ezt hallgatni, vagy csinálni, az a zene füleinek. Én még hallgatni sem nagyon szeretem. Itt nem kell félni. Nem, de nem lesz baj a nyilvánvalóan. Hát, dehogyis. Nem. És akkor szépen óvatosan meghúzzuk. Milyen érzés volt? Nagyon jó, és most ilyen nagyon kellemesen tényleg így ellazult a nyakam. Most kérlek, ülj fel. Cseréljünk, igen, én jövök ide. És akkor csak így simán átmozgatom a vállát. Ezen a felén is. És akkor most jön a kedvencünk, a fülkimozgatás. Fül? Aha. Azt is ki lehet mozgatni? És roppan egyet. De nem szakad le az ember füle. Nem, ez nagyon jó érzés. Nem olyan jó érzés, de nagyon kellemes hatása. Egy ilyen kezelés egyébként a gyakorlatban mennyi ideig tart? Tehát, hogyha valaki ezzel elmegy, hogy akkor részt venne egy ilyenen, az mennyi idő? Ez fél óra egy kezelés nálunk, igen. És nagyjából mennyi kell ahhoz, hogy az emberen már egy alkalommal is érezhető azért a változás, de hogy mondjuk hosszú távon is tegyen ennek eredménye? Hát egy 2-3 alkalom kell hozzá. És utána az ember tartás az megváltozik? Igen, és most föláll is, mert látod, hogy majdnem egy erős a hátra. Tényleg, így ha oldalról nézzük. És igazából és nagyon kellemes 3 perc, igen. Köszönöm de szépen. Amúgy nagyon szívesen. Köszönjük szépen, és akkor mindezt lehet még akár fokozni a különböző eszközökkel. Igen, a köpülyök segítségével melyik hatásosabb lesz. Ugye már ilyenkor az emlékező izom vissza fogja húzni egy 2-3 nap a hátát, de utána, ha le van kezelve még egyszer, meg még egyszer, akkor ez teljesen jó, hogy fél évig. Köszönöm szépen Tibor Zoltánnak, és neked is, Nóri. Köszönjük, Nóri.